Zóna TV. Kapcsolatot teremtünk. Iratkozz fel csatornánkra. Az elmúlt héten országos könyvtári napokat tartottak Sümegen a Kisfaludi Művelődési Központ és Könyvtár rendezésében. A rendkívül színes és színvonalas programok lezárásaként Piros Ildikó, Kossuth és Jászai Mari díjas érdemes művész önálló estjén vehettek részt az érdeklődők, amelyben Abigail titkairól vallott. Szabó Magda titkai és az én titkaim. A titok születésünktől kezdve bennünk van. Mikor a mama visz minket, ugye azt hiszem a Szexárd felé I.S. Gyula versében van az, néz a kisasszony gyűjtöget termi csöndesként a gyermeket, tehát az is egy titok. És amikor én ezt csináltam a Szabó Magda 100-ra, akkor megpróbáltam összegyűjteni a monográfiájából és az ő írásaiból és az ő riportjaiból a titkokat, és akkor ebből próbáltam egy 100 percet az ő tiszteletére összerakni. Csak aztán rájöttem, hogy amikor őt csináltam, és a Magdának a nagy templomot, a debreceni nagy templomot bevágtuk, mint vágóképet, rájöttem az én kecskeméti nagy öreg templomom. Úgyhogy tulajdonképpen itt a titkok ilyen mélyen gyökereznek, hogy élünk a titkainkkal, és hogyha egy ilyen nemes emberrel találkozunk, mint Magda, akkor mi profitálunk belőle, és hát én meg életbe tartom őt. Az Abigail című tévéfilm sorozatban Piros Ildikó Zsuzsanna nővért személyesítette meg. A sorozat időtálló üzenete miatt is érezte úgy, hogy egy önálló estel tisztelek Szabó Magda emléke előtt. Az egyik, hogy kötelességemnek éreztem tisztelegni előtte, pont az Abigailnek az elnyűhetetlen nemes értéke miatt, amit minden évben ugye vetítenek többször is, a gyerekek ezen nőnek fel. A másik az, hogy amit senki nem tud, mint színész, hogy néha az ember, ha nemes anyagot adhat elő, akkor a boldogságot magával viszi haza. Most én azt szoktam mondani, férjem azt mondja, hogy bírsz ennyi kilométert menni? Mondom úgy, hogy utána én boldog vagyok. Én úgy kerülök haza Budapestre, hogy én adtam valamit, de én visszakaptam a Magdától egy csomó jót, egy csomó pozitívum. Szabó Magda életét írásain és interjúin keresztül bemutató lírai estek sorát már lezárni készül a művésznő, de más terveket még dédelget. 17-ben, akkor voltam 70 éves. És most, amikor az Magyar Művészeti Akadémia tagja lettem, azt mondtam, hogy ez egy 75-ben egy zárópont az életemben. Tovább viszem Magdát, de csak Magdát. Tehát 60-valahány előadás volt az elmúlt 5 évben. És mindig tervezek, mindig van az agyamba valami olyan dolog, amiket aztán vagy elhagyok, vagy nem, tehát előadó estet még mindig. Az előadás bevezetőjében Piros Ildikó az írónővel való utolsó találkozásáról mesélt, s arról, hogy mi mindent kaptunk Szabó Magdától. 2007. október 5-én Szabó Magda betöltötte 90. évét. Ezen alkalomból köszöntötték őt szülővárosában Debrecenben, és ünnepelhette lelke mélyén az egész ország. A Magyar Tudományos Akadémia felkért, hogy köszöntsem az írónőt. Ott állhattam a pódiumon, megölelhettem, kis törékeny alakját ünnepelhettem. Rá 3 évre eltávozott közülünk, de soha nem hagyott el, nem is fog elhagyni, hiszen hatalmas örökséget hagyott ránk. Mi ezt őrizzük, amikor olvassuk őt, aki megtanít minket hazaszeretetre, hűségre, magyarságra. Megtanít arra is, hogy a gyerekkorban elsajátított tudást soha nem veszítjük el, erre épül fel az egész életünk, főleg ha a meg nem elégedés vezérel bennünket egy életen át. Embersége, emberközelsége süt regényeink keresztül, talán ezért is szeretjük.